igyekeztünk az összes megjelenítendő pályázatunkat jó időben előre kiközölni, kikommunikálni, megjeleníteni, hosszú beadási időszakot biztosítani, a kellő felkészülés megteremtve ezzel. Tehát minden pályázati felhívás egyszerre megjelent itt június környékén, és az utolsó ebben a csomagban megjelenítendő pályázati felhívás is valamikor szeptember közepén fog majd tudni benyújtásra kerülni. Tehát ezzel szeretnénk elérni azt, hogy a pályázók kellőképpen fel tudjanak készülni. Az intézményi struktúráját is igyekeztünk megerősíteni, ennek köszönhető az, hogy ütemesen jól haladunk a kérelmeknek a feldolgozásával. Jól vizsgázott az intézményrendszer, az ősszel beadott nagy állattartó telepes pályázatok esetében is tudtuk tartani a 6 hónapon belüli döntéshozatalt. Folytatásra kerül az összes pályázati felhívásnak, a különböző ágazatoknak szánt pályázati felhívásoknak a meghirdetése, és 23-tól pedig már elindul a közös agrárpolitikának a stratégiai terve, amely új szabályok mentén kerül majd a pályázati felhívások meghirdetése. Bízunk benne, hogy minden jó pályázatot értékelni tudunk, és ahhoz megfelelő mennyiségű forrást lehet majd rendelni, de nem csak a precíziós gazdálkodás esetében, hanem a többi számos pályázati felhívás esetében igaz ez. Előttünk álló időszaknak az egyik legfontosabb elemeiként megjelenik az agrárkörnyezetgazdálkodás, ökológiai gazdálkodásra történő átérés, őshonos állatok tartása, a Natura 2000-es erdő és gyep támogatás. Ezek azok, amelyek már az elmúlt időszakokban folyamatosan jelenlévő pályázati felhívások voltak, több éves ciklus foglaltak magukba, elkötelezettek vagyunk ennek folytatására, úgyhogy készül is az új pályázati felhívás, amely 22. január 1-től szeretnénk, hogy új működtetési időszakban tudjon megjelenni, és minél több gazdálkodónak lehetőséget biztosítson a támogatásban részt venni. Dolgozunk új pályázati felhívásokon természetesen, reményeink szerint még idén ősszel az éves fejlesztési keretben ki tudjuk kommunikálni néhány olyan új pályázati felhívásunkat, amely még nem jelent meg. Aktív háttérműhely munkában készülnek ezek a felhívások. Szerettük volna a gyümölcsültetvény, illetve a gyógynövény termesztés ágazat számára egy átfogó és egyszerű pályázati felhívást készíteni. A korábbi időszakokban talán 5-6 pályázati felhívás került összevonásra, és egy komplex felhívás keretében igyekeztünk olyan segítséget nyújtani számukra, ahol egységköltséget alkalmazunk minden olyan munkaműveletre, amely részét képezi akár egy ültetvény telepítésének, a támrendszertől az öntözésen keresztül, a fagyvédelmi gépek beszerzésére biztosít ez lehetőséget. Tehát egy komplex, egész lehetőség lenne az ágazat számára, hogy egy egészen innovatív, korszerű ültetvények tudjanak létrejönni. Most egyelőre ez a egységköltség módszertan a vidékfejlesztési program módosításában már átvezetésre került. Megnézzük, hogy hogyan vizsgázik az ültetvénytelepítés, illetve a gyógynövény ágazatban. Aztán ebből levonva a konzekvenciákat későbbiekben fogunk tudni róla tájékoztatni. Olyan fenntartható, versenyképes mezőgazdasági vállalkozások, családi gazdaságok tudnak tovább fennmaradni és működni, vagy akár létrejönni, amely hosszú távon megalapozzák az agráriumnak a helyzetét, jelenét és a jövőjét, hozzájárulva ezzel egy stabil piaci helyzethez, elősegítve ezen vállalkozásoknak a működését.